Kecse Annabella vagyok, a Damjanich János Múzeum néprajzi osztályvezetője. 2001. júliusa óta dolgozom ebben a múzeumban, és azóta is a világ egyik legérdekesebb munkájának tartom. Nem vagyok szolnoki születésű, azért költöztem ebbe a városba, hogy múzeológus lehessek, és éppen ebben a múzeumban. A múzeumi munka alapja a gyűjtemény kezelése. Talán a látogatók számára ez a legkevésbé látható, a nyilvántartás, a tárgy méreteinek felvétele, leltárkönyvbe vezetése, olyan dolgok, amelyekkel ritkán találkozik külső szemlélő, viszont az eredményével, kiállítások formájában igen. A néprajz alapmódszere a szinkron leírás, tehát a mai állapotokkal, a mai életmódokkal kell elsősorban foglalkoznia. Ebben a múzeum olyan téren is sokat tud segíteni a néprajznak is, és a pedagógiának is, hogy megszólaltatja egyrészt a gyűjteményét, másrészt terepközelbe viszi a látogatóját. Nemrégiben volt egy ilyen próbálkozásunk, mivel a 2017-es év Arany János emlékév volt, elindítottunk egy Toldi Néprajza című programsorozatot, amelynek keretében a hatodik évfolyamosokkal, a hatodik osztályosokkal, mivel a Toldi akkor tananyag, megismertettük ennek a műnek a néprajzi vonatkozásait, egyrészt a gyűjtemény segítségével, tárgyaink segítségével, másrészt viszont élőben. Úgy gondolom, hogy a mai gyerekeknek többet kell abban segítenünk, hogy értsék a Toldit is mások mellett, ezért szerveztük azt meg, hogy kimentünk egy közeli tanyára, ahol élőben láthatták azokat a munkafolyamatokat, amelyeket Arany János is emleget. A néprajz a kultúra kutatás tudománya, és a világot működtető kultúrák soha nem fogynak el. Tehát nem fog a néprajz téma nélkül maradni, és ezért nincs okunk aggódni, hogy nem lesz mivel foglalkoznunk. Ez a határtalanság, ez a komplexitás szerencsére ma is megmutatkozik a tudományunkban, a munkánkban, hiszen terepen, a múzeum falain kívül az élő néprajz ma is mindenütt ott van, mindenütt kutatható.